Készül a kézműves fagyi ebben az újfehértói fagyizóban. Néhány éve az országos versenyen az év fagylaltja címet is elhozta ez az üzlet. A pult roskadozik, a vendégek folyamatosan jönnek. A tulajdonos szerint a siker egyik kulcsa a minőségi és jól megválasztott alapanyagokban rejlik, ezek ára azonban évről évre emelkedik, ahogy az energia és bérköltségek is nőnek. A drágulás ennek következtében a fagylaltok árában is megmutatkozik, az üzletvezetők nagy része azonban a gömbönkénti 500 forintnál meghúzza a határt. Mi nem sokat emeltünk igazából, kikerekítettük az összeget, tavaly 490 volt egy fagyit, 490 forint, most pedig 500 forintért adunk egy gombócot, egy ödakás gombócot igazából. Ez talán annak köszönhető, hogy most nem úgy drágultak az alapanyagárak, ahogy korábban. Nyilván a munkabérek és az energiaköltségek valamelyest emelkedtek, de azok sem lényegesen. Úgyhogy csak így kikerekítettük igazából 500 forintra. Ez már egy nyíregyházi fagyizó, ahol szintén kézműves termékek kerülnek a pultba. A tulajdonos itt is körültekintő az árképzésnél. Ebben a fagyizóban idén nagyobb mértékű volt a drágulás, de alacsonyabb árról indultak. Így bőven 500 forint alatt tudta tartani termékét az üzletvezető. 400 forint volt nálunk a fagylalt, most pedig 450. Ugye azt figyeltük, hogy a környező fagylaltozók mennyivel emelnek árat, illetve hogy mi az a minimum, amit muszáj emelnünk, hogy mi is jól járjunk, illetve még a vevők is azt tudják mondani, hogy na ennyiért még megéri, de ugye ez nagyon változó. Van, aki bejön és azt mondja, hogy csak 450 forint a fagylalt, valaki meg ugye húzza a száját és csak egy gombócot vesz meg, ez természetes, de hát Budapesten ugye még magasabbak az árak. Citrom, csokoládé, vanília, eper, ezek klasszikus ízek, amelyekre az üzletvezetők szerint mindig van kereslet, de azért a trendeknek megfelelően az új, izgalmas összetevőkben sincs hiány. Nagyon sokféle trend van, úgyhogy én azt tudom mondani, amit én próbálok követni. Igyekszünk tényleg természetes alapanyagokból dolgozni, vagy legalábbis nekem ez a küldetésem, hogy ezt megvalósíthassam. Úgyhogy ebből a szempontból nagyon sokféle kivonat található piacon. Ismét szerintem így divatba jönnek az ilyen virágízek, a különböző ilyen kivonatok, ugyanúgy a csonthíjas gyümölcsök vagy termések ugyanúgy reneszánszukat élik. A legtöbb üzletben már figyelnek arra, hogy cukor, laktóz és gluténmentes fagylaltból is legyen választék. Ezek alapanyagukat tekintve eltérnek, az árban azonban nincs különbség. Én 2 éve kezdtem el cukormenteset árulni, a gyümölcsfagylaltjaink azok mindig is tejmentesek voltak, így van a recept már nagyon sok éve. A gluténra pedig igazából arra is olyan 2-3 éve figyelek úgy igazán, tehát külön eszközök vannak, azokkal készítjük a gluténmentes fagylaltokat. Van gluténmentes tölcsérünk, 2féle is édes tölcsér, ennek nagyon szoktak örülni, úgyhogy oda kell rá figyelni. A nyíregyházi és a vármegyei üzletekben egyelőre az 500 forintos vagy az alatti árak jellemzőek. De van olyan fagylaltozó is, ahol egy gömb közel 600 forintba kerül.